Hey Beirut, warum?
or something when they know they're in there.
Yeah, I'll see you.
what is in the food. Istentől akkor foglalkozzunk komolyabb dolgokkal is, szent dolgokkal is, és
engedjék meg, hogy Isten áldását kérjem erre az alkalomra. A fiatal házaspár életére mindenek előtt. Én gondolom, hogy önök azok, akik itt velem szembe állnak, mert nem mutattak be, úgyhogy én csak gyanakszom, hogy önök lehetnek azok. Isten áldása legyen életükön. Örülök, hogy ma én lehetek az, aki Isten ígét hozom önöknek. Csendesedjünk el akkor is, imádkozzunk. A többiek maradhatnak a helyükön, rendben, hogy nem mind álljunk, üljünk. Imádkozzunk. A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Drága testvéreim, Istennek ígét a Zsoltárok könyvéből olvasom, ezzel kívánva önöknek további boldog házassági évfordulót és életet. A 105. Zsoltárban van megírva Istennek ígéje az első versben, és így hangzik: magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Néhány gondolatot szeretnék ehhez az igéhez fűzni. Nagy szeretettel köszöntöm ismét önöket, akik most az 50. házassági évfordulókat ünneplik, valamint mindenkit, aki itt ma megjelent. Egy gyönyörű szép nap ez a mai. Gyönyörű nap azért, mert ugye immár nyárba borult az idő is. Gyönyörű szép nap ez a mai azért is, mert az anyák napját ünnepeljük, és egy ilyen gyönyörű szép napon ünnepelhetjük az önök házassági évfordulóját. De hadd emeljem ki azt is, hogy egy ritka alkalom ez a mai, amikor 50. házassági évfordulót ünnepelnek. Nem sok embernek adatott meg ez a kegyelem, hogy az aranylakodalmát megérje. Ez is Istennek a kegyelme, ez is Istennek az ajándéka, hogy most itt a család gyermekekkel, unokákkal, rokonsággal, ismerősökkel együtt megünnepelhetik ezt a szép alkalmat és napot. A visszaemlékezésnek az alkalma ez, amikor visszagondolnak az elmúlt néhány évtizedre. A hálaadásnak az alkalma ez, amikor hálát mondunk az Istennek. És mindenek előtt önökkel hálát mondjanak ezért, hogy megérték ezt a szép napot. Van, amiért hálát adni, kedves testvéreim. 50 esztendőn keresztül hordozott benneteket az Úr Isten kegyelme, és maga az Úr Isten az ő tenyerét. Megtapasztaltátok, kedves testvéreim, azt, amit a költő így fogalmazott meg: nem hagy el Isten kegyelme, minden nap új kegyelem, és nem fogy el Krisztus szerelme, minden nap új szeretet. Nem fogy el a Szentlélek fénye, minden nap új ragyogás. Fogyhat és futhat az ég. Ugye mennyire fiatalok voltatok akkor, drága testvéreim, amikor egymásnak örök hűséget fogadtatok. 19 éves volt a mennyasszony, 23. évében járt a vőlegény.
És akkor együtt indultatok el egy úton. Ti akkor is nem csak csupán egymás kezét fogtátok, nem csak egymás kezébe tettétek kezeiteket, hanem az Úristen kezébe is oda nyújtottátok közös kezeiteket. Nem indultatok gazdag örökséggel, de ismertétek az Úr szavát. Az Úrnak a szavát, amely azt mondja, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ha az ember keresi Istennek az útját, aztán minden megadatik neki a továbbiakban. És ti megtapasztaltátok ennek az igének az igazságát. Három gyermekkel ajándékozott meg az Úristen. Három gyermekkel, és az Úristen egészséget adott felnevelni őket. Valamint aztán az Úristen bearanyozta életeteket négy unokával. Két fiú és két leány unokával. Azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy egy rendkívüli nap ez a mai, és valójában az, hiszen szinte pontosan 50 évvel ezelőtt, 1968. május 7-én esküdtetek meg. Ma 2018-at írunk, ugye május 6-án. Milyen gyönyörű alkalom ez, hogy szinte csak egy nap távolság, és az 50. házassági évfordulót ünnepelhetitek. Adjatok hálát az Úrnak, figyelmeztet a zsoltáros ezen a mai napon, és ebben a mai ígében, amit most felolvastam. Az Úr ajándéka voltak a gyerekek, az unokák, és mindent, amit megértetek ebben az életben. Ott, ahol az imádság tölti be a családi hajlékokat, házakat, a szíveket, ott a házastársak szeretetben tudják elhordozni egymást. És milyen fontos ez, hogy szeretetben tudjunk élni egymással. Ma Misztott-faluban, ugye anyák napja lévén erről prédikáltam, a szeretetről, de még jobban kiemelve is így talán mi is jobban megértjük, nem akármelyik szeretet, hanem a gondoskodó szeretet. Ez a gondoskodó szeretetet érezzük meg, és éreztük meg először ott édesanyánk mellett. Onnan tanultuk meg, ami édesanyánk mellől tanultuk meg azt, hogy mit jelent a szeretet. Ott éreztük meg, és lett halvány fogalmunk arról, hogy milyen lehet az isteni szeretet. És ezért beszélek a szeretetről, mert a házasságban is ez szükséges. Ugye mindnyájan, akik ma itt vagyunk, házas életet élünk, és mindnyájan tudjuk, hogy mennyi szeretetre van szükség. Ugye Pál apostol beszél arról, hogy a szeretet az mindent eltűr, mindent elfedez. És azt is mondja, hogy tűrjétek el, szenvedjétek el egymás szeretetben. Valójában ez így van, és gondolom, hogy ti még inkább tapasztaltátok ezt életetek során, hogy mennyi nehézségen át kell menni. És minden csak így lehet átvészelni szeretetben. Szeretetben élve egymással. De tudtátok azt is, kedves testvéreim, amit Nahum proféta olyan szépen mond, hogy jó az Úr erősség a szorongattatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. Így bíztatok ti Istenbe. Aztán
Azt is mondja a mai ígénk, hogy hirdessétek tetteit. Ez a másik tanács. És ezt ti most tovább adhatjátok. Hirdetni Istennek nagy tetteit, hirdetni azt a gondviselést, azt a szeretetet, amit megtapasztaltatok. Hirdessétek gyermekeiteknek akkor, amikor meglátogatnak titeket. Hirdessétek unokáitoknak akkor, amikor együtt vagytok. Legyen ez az ige, kedves testvéreim, útra való a továbbiakban. Maradjatok a továbbiakban is Isten közelében. Mert a hármas kötél nem szakad el könnyen. Ha veletek van a továbbiakban is a harmadik hatalmas, a Krisztus, aki belefonja életét kettőtök életében. Adja az Úristen, hogy így legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk mindnyájan együtt. Mennyi édes Atyánk, gondviselő jó Istenünk, áldott dolgot cselekedtél szent színed előtt álló testvéreinkkel, akikkel ma együtt örvendezhetünk. Az eltelt esztendők változásai között a te jóságot vezette és oltalmazta őket. Te ékesítetted fel fejüket a tisztesség koronájával. Veszed körül most is hálás családjuk tiszteletével, szeretetével. Mindezekért hálaadással magasztalunk téged, Istenünk. Légy ezután is hálásan téged magasztaló, egyedül te benned bízó testvéreinkkel, és minden reggel, amíg irgalmatból napjaikhoz napokat adsz, del is fel reáljuk a te kegyelmednek és jótetszésednek napjait. Könnyítsd meg rajtuk az öregség terheit, enyhíts nehézségeit, adj bölcs és vidám szívet, és cselekedd, hogy mindenkor betöltse szívüket a zsoltáros hitének boldog bizodalma, amely azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, ezért semmiben meg nem fogyatkozom. Mutasd meg szemeiknek a te dicsőségedet, melyet felragyogtattál a te szent fiadnak, ami megváltó Krisztusunknak. Áld meg gyermekeiket, unokáikat, áld meg egyházuk népét, hogy fénylő példaadásuk szentelje meg hozzátartozói, egész nemzetségük életét a te dicsőségedre. Urunk, áld meg népünket, áld meg egyházunkat. Adjad, hogy tiszta családi hajlékokon keresztül szálljon áldás, megújulás népünk és egyházunk életét. Ami Urunk Jézus Krisztus nevében fogadd el hálaadásunkat, magasztalásunkat, vedd kedvesen könyörgésünket, hallgass meg imádságunkat most és mindörökké. Most pedig mondjuk el együtt és fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajád, és adjon neked békességet az Úr Jézus Krisztus által. Amen. További jó étvágyat kívánok mindenkinek, és Isten áldása legyen további életükön, szeretteik életén. Adja az Úr, hogy még sokáig tudjanak együtt örvendezni.
Békesség Istentől. Szeretnék szólni pár szót az egybegyűltekhez, és egyben apostol gondolatait közvetíteni. Egy ilyen megható eseményen, amikor mindenki őket és kitartó szeretetüket ünnepli, nehéz ugyanis szavakat találni. Elsősorban szeretném megköszönni mindenkinek, aki a mai napon megjelent. Vannak itt olyanok, akik már a házasság megkötésekor is az ünnepeltek mellett álltak, családtagok, rokonok, jó barátok. És most ezen a második lakodalmon már gyermekeitek és unokáitok is veletek ülnek egy asztalnál. Ez mutatja a leginkább azt, hogy ez az 50 év minden gondját és baját leszámítva csodás emlékekkel és titeket szerető emberekkel gazdagított titeket. Gyermekeitek és családjaik szerettek volna méltó keretet adni ennek a napnak, így többé-kevésbé titokban megszervezték ezt a bulit, amit Ernő és Piroska ezúton is hálásan köszönnek mindenkinek. A gyerekek és a családjaik nevében szeretnénk szívből gratulálni ez a kerek évfordulóhoz, és megköszönni minden gondoskodást és törődést, amit az évek során tőletek kaptunk. Isten áldása legyen a további közös életeteken is, és érjétek el azt az ünnepet is, amikor dédunokáitok is a vendégek között lesznek. Lezárásként egy verset szeretnék még felolvasni, mert az ünnepelteknek írtam. A versben gondoltam szüleimre is, hiszen az én szüleim is az 50 éves házassági évfordulót fogják ünnepelni ebben az évben. Fogadják szeretettel! Jóság és szeretet, csak Te vagy Isten, megállunk előtted, énekünk száll, könyvfátyó szemünkön, itt állunk ketten, 50 év emléke mögöttünk áll. Meggyengült szemünkkel csodálunk Téged, halk imánk, tudjuk jól, eljut hozzád. Kik Téged szeretnek, mindig megvédett, 50 év öröme mind Téged áll. A szeretet titkos, csodás patakja, kegyelmet tükrözte, rólad mesél, hűsítő, friss vizet lelkét áthatja, mindig mutatta a mennyei cél. Számtalan kikelet utunk kísérte, volt többször fájdalmas elbúcsúzás, szerető arcoknak kísér emléke, vándorút életünk, átutazás. Áldjuk az 50 év hűségét, áldjuk, Istenünk hűséges, sosem hagy el. Igaz hű szerelmű szívünkbe zárjuk, unokák szemében szent égi jel. Kéz-kézben utunkat így járjuk végig, gyermekek, unokák néznek reánk, száll hálás énekünk, felszáll az égig, áldás és szeretet, minden imád. Köszönöm szépen! Isten éltesse az ünnepelteket, és mindnyájunkat is. Engedhessék meg, hogy még egy kumban szeretnék kívánni nagyon szép rendezvényhez, a jeles eseményhez. Itt vagyunk a hármas tölgyes árnyékában. Én, mint Ernőiknek a apatársa, büszkén kijelenthetem, hogy májusban volt ez a szép esemény, amikor elindultam közösen az a rögös életútján. Hát azt csak ők ketten tudják, hogy mit tudtak és milyen áldozatok árán megvalósítani. Mi csodálattal és elismeréssel adózunk, és Isten áldását kívánjuk továbbra nézve. Az összekötő kapocs, az csak májusban volt, ugyanis a áldott Sálika májusi születés. Zoli, a mi fiunk, ő is május. Összetalált a két szerelmes, és a szerelmük gyümölcse, a Melinda, úgy mondja a közmondás, hogy a nagytaták, nagymamáknak a szemefénye az unoka. Hát Melinda a világító mécses az ők életükben. Én ezzel az egész gondolattal mindent megköszönök, ami közös és mondhatni magasztos lett ebbe a kapcsolatba. Csodálattal vagyok mindennel, amit el tudtak érni, és büszke vagyok, hogy hozzá tudok én is járulni ahhoz, amivel csak lehet, hogy boldog
legyen még az a öregség, és főleg lehetőleg Isten áldása kísérje a továbbiakban is. Egészséget kívánok nekik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindenkinek van egy álma, az enyém szeretném. Van egy nagy-nagy ideája, az enyém szeretném. Egy bolondos ideája, az enyém szeretném. Mindenkinek van egy tévedése, jaj, nem tudtelém. Thank you.
a bőnökényes, a kollégájam, egyikben és a szeretettel. Persze ki volt, és Csáki Zoli kollégájam, a bőnökénynek nagyon sok szeretettel. A muzsikusnak dalom a lehet, az egész világ szíve dolgokban. A muzsikus asszony itt a babán, és nincs neki az jól halál. A muzsikusnak dalom a lehet, az egész világ szíve dolgokban.
fejemben jött felém a csókok éjjelén, és rám mosolygott könnyedén, s oly boldog voltam én. Rózsa virult az álom, csók tüzei úrt a számom, arca virult hozzám simult, elvállottam neki, bocsánat, asszonyom, nincsen abban semmi bűn, ha elvállodom. És lehet csatlakozni az ünnepeltekhez, táncra hívunk mindenkit, mindig tabla tánc.
mondhatja már, tudom jól, de mit fel. Egy szállam virág, egy zelzi most az ünnepel. De látom, téged csak a virág érdeket, mit mondok a sajnos, tőlem ide jöttem. És az anyákat is.
spune-mi ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, hai spune-mi odată.
békítse, mert a nézésség meg a járása, a csípőjének a ringása. Let's go to the spot. Let's go to the spot.
sobie nie bunite, aż ja te kasami. Okres od samostra, unia ty nasz rada, będzie bólu, będzie tam. Okres od samostra, i gusiowie nie bunite, aż ja te kasami. Okres od samostra, unia ty nasz rada, będzie bólu, będzie tam. Szép harci sikrán, és belép
Abban élt az édesanyám,
Ő is lakó sanyám,
tőlünk még izenyel. Mondjátok meg, földiek, ha részel, utazástól házak közelében. Életem is
ma már az ő. Jóban érték mások, nálam nincs tovább. Jó éjszakát, virágos ifjúság. Itt már megettem a kenyeret, mi a válság. De nem tudom, mi a boldogság. Să ne întorci la mine, numai a ei.
csodálatom. Erdő közepében jár, egyszer majd rád talál, csillagon vezet, itt utálat vedem. Erdő közepében jár, egyszer majd rád talál, csillagon vezet, itt utálat vedem.
Mindent megbocsát, mindig megbocsát nekem,
Fericirea mea ești tu.
Yeah.
Thank you.
a nevastă și care ale 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 e cum vezi tu ale ale și a nevastă și care ale 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 e cum vezi tu și fierul oțelit, ale oh, 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 oh.
magam. Ha már Krisz Józsa, mondd el, hogy imádom én. Ha már Krisz Józsa, értem én sosem felé. Mondd el, hogy nem vagyok, azt is, hogy meghalok. Szomszédom,
sem kilencet ütött az okon. Az én csávás kis alangyalom, és sem jött a rakalom. Vagy halakszik, vagy bevel, vagy talán nem hiszel. Így nagy csávás kis alangyalom, itt van vagyok én nekem. Vagy halakszik, vagy bevel, vagy talán nem hiszel. Így nagy csávás kis alangyalom, itt van vagyok én nekem. Oh,
simileale, simileale, corna la flava. Simileale, simileale, corna la flava. Nincsen pénzem,
istenet és kék. Idön is szokjék a héten, sírva-sírva bánatom, tapszoljon a cigányra. Sírva-sírva bánatom, tapszoljon a nagy-nagy tapsal fogadjuk a
az ünnepelteknek a tortáját, a mennyasszonyi tortát, nagy-nagy tapsal, nagy ovációval. Ünnepelteknek dedikáljuk, és megkérjük mindenkit, hogy énekeljen velünk. Köszönöm. Köszönöm.
Yeah.
szakadjon el!